Ugye Budapest életében a 8. kerületnek mindig volt egy nagyon sajátos jellegzetessége. Mennyi betörő, meg mennyi kábítós, meg minden van. Drogozik itt mindenki. Kiskorú, nagykorú, már itt mindenkinek van. Nem ész, veszed, azt sem tudod, mi az, kész, megveszed, benyomod és akkor rájössz. Dur, ha jó, akkor jó, ha nem, akkor meghaltál. Úgy be vannak állva, észre se veszik, így szaladgálunk körbe-körbe, egyszer csak előtte az autó, azt már neki krocsba, annyira kábító szereznek. Akkor, mert az előbb még örültél neki, ha meghalnak. Ez egy nyomorszülte droghasználat. Ebben a nyomorban, amit jellemzi a családokat, vagy egy-egy háznak az életét, itt igazából nem örömelvű anyagozás zajlik, hanem beleszületnek az emberek a cuccozásba. Ha reggelre nézd meg, hogy az ajtó megint be van törve, szét van rúgva. Azért, mert az első útja oda vezet, és már a kapuhajba be is szúrta magát. Bejönnek a lépcsőházba, a szanaszét szórják a tűiket, bedobják a postaládákba, nem egyszer nekiesnek az embernek, neki támadnak, ha szólni meg. Valamikor a 90-es évek elején, közepén alakul ki egy nagyobb intravénás amfetamin használói szcéna. Valamennyire a heroin megjelenik ebben a térben, de azért a fő jellemzője ennek a területnek mindig is az amfetamin, a speed használat volt. Tulajdonképpen a mefedron megjelenéséig ez marad. És a mefedron megjelenésével darabokra hullik ez a fajta kettős működés, és lesz 95% új pszichoaktív szer, tehát designer drog, és 5% valami más, és mondjuk 3 fő heroin a 3000-ből. Alapvetően a kerületben vannak dílerházak, én nem tudom, hogy melyik azok természetesen, de hogy amelyikben az elosztók vannak. Annyian sorba állnak, hogy milliómosok. Szóval szerintem pénztárgépet kell kinyitni még. Ha elfogy, leülnek a kapu elé, és ott várják a következőt. Tehát hiába mondják neki, hogy menjetek el, mert nem lesz csak holnap reggel, ők képesek ott ülni a kapu előtt holnap reggelig. Ilyenkor az anyagnak a neve is már ott tartunk, hogy az utcán van elnevezve. Ami abból a szempontból problémás, hogy még azt sem tudjuk mondani az anyagosoknak, hogy figyelj, most ezt fogod használni, erre és erre figyelj, fogalmunk nincsen. Ez ilyen katasztrófa közeli állapot, hogy bejön valaki, és arra kérdés, hogy mit használsz, azt mondja, hogy zenét. Mi az, amit most használsz? Most a... Nem tudom, rögös. Az a neve rögös. Rögve van, és ide jó. Múltkor bekeráztuk az egyik srácsal, és a fáról üres pocsit hozott. Tehát komolyan. És nem valamit csináltam, mert ő is látta. Egy pakra el vagyok sokszor, egész nap. Az nem mindegy, hogy 6000 forint 0,2 gram heroin, vagy 1000 forint 0,2 gram zene. Nekem személy szerint egy pakett, egy szúrás, igen. Egy 15 perc hatás, és elmúlt az egész dolog. És egy nap hányszor nyomod átlag? Hát sajnos, hogy őszinte legyek, hányszor alkalmam rá. Óra másfél óránként.